Jó estét kívánok, sziasztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szeptember 9-én indultunk el együtt, és kettő dolgot is jelent ez a mai napon a számomra. Az egyik dolog az az, hogy a politikai palettán még gyakorlatilag egy fiatal pártnak számítunk. Viszont a másik dolog, ami eszembe jut, az az, hogy mégiscsak nagyon-nagyon eseménydús, szinte már hosszúnak tűnő idő volt a szeptember 9-e óta eltelt időszak, hiszen rengeteg mindenen vagyunk túl közösen azóta, és rengeteg dologban épültünk közösen azóta. Túl vagyunk egy országjáráson, ahol felkerestük Magyarországot, igyekeztünk minél több civil szervezettel fölvenni a kapcsolatot, párbeszédeket kezdeményezni, megkerestünk minden legalább 1%-ot elért pártot, rengeteg szakmai munkát végeztünk. És hogyha körbenézek, akkor azt is örömmel konstatálom, örömmel veszem tudomásul, hogy a szeptember 9-i induló csapathoz képest rengeteg új arc van, amivel rengeteg sok értéket kapott ez a közösség, amire én személyesen is nagyon büszke vagyok, és azt hiszem, hogy közösen is büszkék lehetünk, hiszen nagyon sokan be tudtak épülni ebbe a kis politikai családba, és én is személyesen büszke vagyok arra, hogy részese lehetek ennek a politikai családnak. Mert én úgy érzem, hogy szeptember 9-e óta a második reformkor egy szelep lett a fullasztó magyar közéletben. Egyfajta politikai menedék azok számára, akik nem akarják beleskatujázni magukat a jobb vagy a baloldaliság skatujájába. Akik nem szeretnének választani a között, hogy nekik éppen a szabadság szeretetük, a szociális érzékenységük, a hagyománytiszteletük, vagy például a nemzetük iránt érzett és táplált nemes érzelmek a legfontosabbak, hanem azt gondolják, hogy mindegyik egyformán fontos. Hogy mindegyikben vannak olyan értékek, amelyek igenis indokolják azt, hogy lépjünk ki ezekből az ideológiai skatujákból, és próbáljunk meg az ideológiák felett politizálni. Akik szeretnének egy függőleges tengelyt állítani az ideológiák által alkotott viszintes tengelyre, és ennek a függőleges tengelynek a tetejére a polgárosodott Magyarországot, egy második reformkort képzelünk el, mint egy víziót az ország számára, mint egy közös jövőképet. Én azt gondolom, hogy ez a törzsiségből való kilépés és az ideológiák feletti politizálás egy menedéket jelent nagyon sok, és remélem, hogy egyre többünk számára, amit segít azon, hogy elinduljunk közösen ezen az úton. Konkrét és innovatív célokra szeretnénk kérni majd mandátumot és szavazatokat a június 9-i európai parlamenti választásokon, hiszen mi hiszünk abban, hogy kettős tétje lesz ezeknek a választásoknak. Az egyik egy belpolitikai tét, ugyanis láthatjuk, hogy rengeteg párt van most az ellenzéki palettán. De kérdés, hogy van-e ennyi alternatíva Magyarország számára? Kínál-e minden párt egy-egy jövőképet ennek az országnak? Gondolkodik-e valóban felelősen az ország jövőjéről? Tud-e 21. században gondolkodni? És adott esetben tudná vezetni ezt az országot, tudná felelős jövőt kínálni ennek az országnak, hogyha helyzetbe kerülne. A másik egy külpolitikai, egy Európai Uniós szintű tét. Hiszen azt is gondoljuk, hogy helyre kell állítanunk a bizalmat Magyarország és az Európai Unió között, ezért elengedhetetlen az, hogy legyen Magyarországnak olyan képviselete az Európai Parlamentben, amely be tudja bizonyítani, hogy igenis józan párbeszéddel, konstruktív vitákkal helyre lehet állítani ezt a bizalmat, és Magyarország lehet ismét megbecsült és egyenlő tagja az európai közösségnek. Olyan tagja, amely egyébként tovább megyek, felvállalhat vitákat is. Bátran vállalhat fel vitákat, mert mindenki tudja azt, hogy ha vitákat vagy konfliktust vállal ez az ország, akkor azt nem azért teszi, hogy akadályozza a közösség előrelépését, hanem éppen azért, hogy elősegítse azt. Úgyhogy mi rendhagyó módon programmal is készülni fogunk egyébként, felelősség teljesen ezekre a választásokra, mert hisszük azt, hogy lehet még egy választás olyan, ami rólunk szól, és lehet egy választás az ajánlatok versenye a politikai sárdobálás helyett. Vissza akarjuk adni a fiataloknak Magyarországot. Talán sokaknak ismerősen csenghet a mondat, vedd el egy nép múltját, és azt csinálsz vele, amit akarsz. Van azonban, ami ennél is súlyosabb. Hogyha egy nemzettől elveszik a fiataljait, vagy egy nemzet elveszíti a fiataljait. Hiszen amelyik nemzettel ez történik,
azzal nem csupán azt lehet csinálni, amit akarunk. Az nem csupán eszközként használható lesz a hatalom számára. Amelyik nemzet elveszíti vagy elhanyagolja a fiataljait, amelyik nem tud versenyképes jövőképet kínálni a fiatalok számára, az saját magától veszi el a jövőjét. És Magyarországon ki kell mondanunk, hogy jelenleg a kultúrharcos politika felelőtlenül politizál. Vagy a múltat akarja megnyerni, vagy maximum a pillanatot uralni. Nem gondolkodik 21. században, nem gondolkodik hosszú távon az ország jövőjéről, a mi jövőnkről. Hiszen arról beszéltem már a legelején, hogy szólhat végre rólunk egy választás. Ehhez ugye arra van szükség, hogy újra a kezünkbe akarjuk, és a kezünkbe tudjuk venni a politikát, és átformáljuk a politikai kultúránkat olyanra, ami valóban rólunk szól. Úgyhogy a második reformkor által kínált új politikai kultúra teljesen innovatív módon szeretné, hogy rólunk szóljon a politika, és ehelyett a kultúrharcos politika helyett egy olyan országot kínál, ahol a félni és félni hagyni elve helyett az élni és élni hagyni elve érvényesül. Felvetődhet a kérdés, hogy de miért pont a fiataloknak kell ehhez visszaadni az országot? Én személyesen is már nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem csak, hogy nem képviselnek, ahogy itt Balázs is említette, hanem hogy egész egyszerűen engem, az én generációmat meg sem kísérel megszólítani a politika. Hogy egészen egyszerűen nem vagyok elég fontos, nem vagyok elég értékes a politika számára, ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljon alternatívát kínálni a generációmnak. Pedig hát azt hiszem, hogy könnyen beláthatjuk, hogy amennyiben a mi generációnk nem akar itt dolgozni, vállalkozni, családot alapítani, élni és élhető jövőt teremteni, amennyiben nem érzi otthonának ezt az országot, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz bármilyen irányba is előrelépni. Sajnos a kormánynak, bár egyébként szeretik mindenre ráakasztani a nemzeti jelzőt, ugye már nemzeti a dohányzás, az adózás és nagyon sok más Magyarországon, mégis kirekesztő nemzetpolitikát folytatnak, kirekesztő a nemzet definíciójuk, hiszen a diaszpórában élő magyarságot a gyakorlatban nem tekintik ugyanolyan fontos részének, a nemzet ugyanolyan fontos részének, mint a magyarság többi részét. A második reformkor azonban egyetemes magyarságban gondolkodik, és mi azt gondoljuk, hogy a mi nemzetfogalmunk, az egyetemes magyarság nem rekesztheti ki sem az anyaországban élő, sem a határon túlélő, sem pedig a külföldre vándorolt magyarságot, mert igenis ez az egység alkotja a nemzetet, és ebben az értékeket és a lehetőségeket kell meglátni, nem pedig kirekeszteni akárkit ebből a fogalomból. Hogyan várhatnánk haza bárkit? Hogyan várhatnánk azt, hogy maradjon bárki ebben az országban, hogyha valójában nem akarunk erre alternatívát kínálni? Éppen ezért fontosnak tartom itt is hangsúlyozni, hogy szeretnénk, hogy a diaszpórában élő magyarság számára is biztosítsák a levélszavazást, csak úgy, mint a határon túlérő magyarság számára. Mert ekkor tudjuk érdemben is képviselni, tettekre váltani azt, hogy egységnek tekintjük a magyar nemzetet. Nem csak, hogy egyébként kirekesztő a kormánynak a nemzetfogalma, hanem a nemzetpolitikája is hatékonytalan. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Búzás Balázs szakmai igazgatótól is elhangzott statisztika, amit én is szeretnék megerősíteni, 100-ból 6-an képzelik el a fiatalok közül itthon a jövőjüket. Egy kicsit emésszük ezt a számot. Azt gondolom, hogy még szomorúbb, hogyha hozzátesszük ehhez a számhoz, hogy nagyon sokan már nem csak azért akarnak elmenni itthonról, mert az egzisztenciális okok ezt indokolják, vagy mert a gazdasági környezet, a munkahelyi lehetőségek azok jobbak a nyugati országokban. Nagyon sokan egyszerűen azért akarnak elmenni, mert egy toxikus, fullasztó közélet, egy toxikus légkör veszi körbe ezt az országot, és nem szeretnének itt vállalkozni. Nem szeretnének itt családot alapítani, egészen egyszerűen nem szeretnének itt élni, mert élhetetlen légkört teremtünk az országban. Mi ezen is szeretnénk változtatni, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha az előbb említett statisztika nem is egészben, csak részben megvalósul, akkor milyen országra ébredünk? Egy olyan országra, ahol összeomlik a nyugdíjrendszer, mert fenntarthatatlan lesz. Egy olyan országra, ahol igazából a szociális szektor szinte megszűnik. Ahol nem lesz, aki gondozza az időseket és a betegeket. Nem lesz, aki tanítsa a gyermekeinket.
és ahol a gazdaság nem fog tudni dinamikusan növekedni. De ami talán a legeslegfontosabb, hogy amikor gyermeket vállalunk, családot alapítunk, akkor azt szeretnénk, hogy vasárnaponként az evédlőasztalt tudjuk körülülni. Amikor családi összejövetelekről álmodozunk, akkor azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nem egy gyors videóhívásra gondolunk. Mégis ez rengeteg magyar család valósága, és egyébként egyre többé lesz, amennyiben nem teszünk sürgősen valamit ez ügyben. Egy olyan országban, ahol a fiatalok nem érzik jól magukat, ott nagyon rövidesen egyik generáció sem fogja jól érezni magát. Ahhoz pedig, hogy a társadalom aktív tagjai itthon akarjanak maradni, nem hazaváró irodákra van szükség. Ehhez hazaváró légkörre van szükség. Megfelelő oktatásra, olyan egészségügyi rendszerre, ahol a prevencióra kellő hangsúlyt fektetnek, hogy hosszabban és jobb minőségben élhessünk. Arra van szükség, hogy a munkavállalói jogokat biztosítsák, hogy ne csak a fizetésünk normalizálódjon majd, hanem biztonságban is érezhessük magunkat a munkahelyünkön, és egy olyan országra, ahol a lakhatást támogatják, hogy ne egy szorongás legyen, ne egy krízis legyen végre a fiatalok életkezdése, hanem egy lehetőség. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a fiatalok életkezdésének a segítésére, hiszen csak így adhatjuk vissza nekik Magyarországot. Ugye itt a szakmai igazgatórunktól már elhangzott a lakhatás támogatásának a fontossága, úgyhogy én egy kicsit kibontanám a családtámogatásnak, a családalapítás támogatásának a fontosságát is, hiszen nem csak, hogy az aktív fiatalok vándorolnak el, hanem éppen ebből adódóan jelenleg minden hatodik magyar gyermek külföldön születik. Mi egy olyan környezetet szeretnénk teremteni, ahol minél több embernek itthon gyermeket vállalni. Nem csak mernek, hanem akarnak, mert azt érzik, hogy ez az ország az otthonuk, és hogy azt szeretnék, hogy ez az ország legyen majd a gyermekeik otthona is. Ehhez azonban reagálnunk kell a modern munkaerőpiaci és egészségügyi kihívásokra is. Ehhez nem elég néhány év SZJA-mentesség, nem elegek az adókedvezmények. Ehhez strukturális reformokra van szükség, mert senki nem adókedvezményért fog gyermeket vállalni. Nőként biztonságban akarjuk érezni magunkat a terhes gondozás alatt, a szülészeti ellátás során, a munkaerőpiacon, és azt szeretnénk, hogy a gyermek születését követően se engedje el se a mi, se pedig a családunk kezét az állam. Mi hiszünk abban, hogy ha a társadalom egyik alapegységének tekintjük a családot, akkor még egyet visszább kell lépnünk, és meg kell néznünk, hogy hogyan lesz a család. Meg kell őriznünk a hölgyek egészségét azért, hogy belőlük egészséges kismamák legyenek, hogy minél több komplikációmentes várandóság jöjjön létre, ebből pedig egészséges gyermekek szülessenek, egészséges családot alkossunk, és egészséges társadalmunk legyen. Javasoljuk, hogy a szüléshez és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó szűrővizsgálatokat, ezeknek az elérhetőségét szélesítsük ki, a legfontosabbakat tegyük kedvezményessé, akár ingyenessé, államilag támogatottá. Hogy például egy hormonvizsgálatra, egy pajzsmirigy szűrésre ne kelljen olyan komoly indokokat felmutatni, mint például több mint egy évig tartó sikertelen próbálkozás, bizonyított meddőség, korábbi kórelőzmény vagy egyéb ilyesmi indokok, mert azt gondoljuk, hogy igenis mekkora terhet tud levenni mind egészségügyi, mint pedig lelki szempontból egy gyermeket tervező párról az, hogyha tudják, hogy minden rendben van. Hogyha már előre tudják azt, hogy vagy minden rendben van, és bátran belevághatnak ebbe az örömteli projektbe, vagy pedig van valami probléma, de azt időben felismerik, időben kezelik, és hosszú gyógyszeres vagy meddőségi kezelések helyett csupán például egy életmódváltással orvosolható a helyzet. Nagyon nem mindegy a kettő, nem mindegy a fiatal párnak, a már említett egészségügyi és lelki kihívások miatt, és nem mindegy az államnak sem, hiszen ahogy már többször elhangzott, erre a területre is igaz, hogy a prevenció tehermentesíti hosszú távon az egészségügyet. Emellett javasoljuk azt, hogy a kismama vitaminokat tegyük TB támogatottá, és a rászorulóknak pedig tegyük ingyenessé vagy kedvezményessé, hiszen ez például a gyermekeink egészségének a záloga, amire igenis meg kell találnunk a forrásokat.
Közösen kell megtalálnunk erre a forrásokat, hiszen az, hogy egészséges gyermekek szülessenek ebbe a társadalomba, hogy minél egészségesebb jövőt tudjunk ezzel megalapozni, az igenis egy közös felelősség. Emellett ugye beszéltem már a munkaerőpiaci kihívásokról is. Sajnos még mindig látható az a tendencia, hogy bár történtek az utóbbi időben előrelépések ezen a területen, azért a legtöbb esetben a nők karrier útjában egy törést, egy krízist jelent a gyermekvállalás. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ne legyen ez egy ilyen dilemma, ne legyen ez egy krízis, hogy hogyan fogja majd kiegyensúlyozni a kismama vagy a hölgy a későbbiekben a család és a karrier között hogyan fog egyensúlyozni vagy lavírozni, hanem teremtsük meg azokat a kereteket, hogy mindenki tudjon választani, és ki tudja alakítani a neki legmegfelelőbb egyensúlyt. Hogyha valaki otthon szeretne maradni több évig, és neki az a megfelelő egyensúly, akkor legyen erre lehetősége. De hogyha valaki vissza szeretne menni dolgozni, akkor legyen lehetősége rugalmas munkaidőben, adott esetben home office-ból vagy részmunkaidőben dolgozni, és adjunk ehhez minél szélesebb körű támogatásokat. Hiszünk abban, hogy nem kell választani a karrier és a család között. A 21. századi helyzetre igenis úgy kell reagálnunk, hogy lehetővé tesszük ennek az egyensúlynak a megteremtését. Ezt az egyensúlyt szolgálja például a Gyesről vissza a munkába programunk is, amely szorgalmazna egy olyan adókedvezményrendszer kialakítását, amely azokat a cégeket támogatja, akik szülési szabadságról visszatérő szülőket foglalkoztatnak. A család egy új egység, egy új élethelyzet. Meg kell adnunk a lehetőséget, hogy mindenki megtalálja a helyét ebben az új helyzetben. Hiszen amellett, hogy ez egy nagyon örömteli helyzet, azt hiszem, hogy akik már voltak érintettek ebben a helyzetben, azok pontosan tudják, hogy azért rengeteg kihívással is telített helyzet. Úgyhogy például a család egységéhez nem szabad elfelejteni, hogy az édesanya és a gyermek mellett az édesapa szerepét is meg kell találni ebben az új egységben. Ehhez ugye segítség a szülést követő 10 napos apa szabadság, de nem elég csupán a 10 napos szabadságot biztosítani. Azt is biztosítanunk kell, hogy ebben a 10 napban véletlenül sem újja alul egyik napon sem a távolléti díj az édesapa fizetésének 80%-át. Ezt Európai Uniós szinten is szeretnénk szabályozni, hiszen ez egy remek irányelv, amit az Európai Unióban együtt kialakítottak, de igenis a jutalmazást, a díjazást is együtt kell szabályoznunk. A menedzserszűrések mintájára és annak a sikerességét alapulvéve javasoljuk, hogy a szülés utáni állapotfelmérés és anyaszűrés kialakítását is tegyük meg, hiszen ezáltal szintén lehetőségünk lenne olyan betegségek kiszűrésére, amik sajnos hosszú távon komoly problémákat okozhatnak. A szűrések fontosságát ugye általában is fontosnak tartjuk, és az egészségügyi prevenció pártjaként hagy emeljem ki azt a kis momentumot, hogy szorgalmaztuk, hogy az SMA szűréseket, amelyek sajnos januártól megszűntek az újszülöttek esetében, állítsák vissza, és hát egy örömteli, bár óvatos örömmel kezelt esemény, hogy úgy néz ki, hogy ezt a kormány kilátásba helyezte. Amennyiben ez valóban létrejön, természetesen üdvözöljük ezt a döntést. Emellett egészséges országot, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, csak úgy építhetünk, hogyha a mentális egészségünkre is odafigyelünk. Amikor ugyanis fizikailag betegek vagyunk, akkor mindannyiunk számára egyértelmű, hogy például egy lázas betegség esetén maximum olyan 3-4 napot érdemes várni azzal, hogy elmenjünk orvoshoz. Hogyha eltörik a lábunk, akkor tudjuk, hogy akkor nagyjából a sürgősségire vezet az út. De mi van akkor, amikor napokig levertek vagyunk? Hetekig? Hónapokig? Mi van akkor, amikor azt érezzük, hogy nincs kedvünk emberek közé menni, rendkívül rossz állapotban vagyunk általánosan? Kérünk-e ilyenkor a mentális egészségünkkel kapcsolatban szakembertől segítséget? Ez már korán sem annyira egyértelmű, mint amikor belázasodunk, vagy mint amikor eltörik a lábunk. Sőt, gyakran előfordul, hogyha nekünk még eszünkbe jutna segítséget kérni, akkor is esetleg a környezetünktől nem egy megerősítést kapunk, hanem az általános stigmákat, toposzokat halljuk vissza, ami szerint, jaj, hát ilyen segítséget csak az kér, aki gyenge, majd megoldódik, ez csak egy kis rossz kedv, ez átmeneti, majd túllendülünk rajta. Azt gondolom, hogy igenis van felelőssége abban a politikának, hogy megpróbáljuk ezeket a stigmákat levenni erről a kérdésről, és kezeljük ugyanolyan természetesen a mentális egészségünkkel kapcsolatos segítségkérés, mint a fizikálissal.
Emellett külön fontosnak tartjuk a fiatalok mentális egészségét, ezért írmintára szorgalmazzuk a Nótelő programnak a bevezetését, amely azt segíteni elő, hogy a szülők minél később vegyenek okos eszközöket a gyermekeknek. Hiszen kicsi korban nagyon könnyen kialakul a függőség, sokkal erősebben kialakul a függőség, és később sokkal nehezebb küzdeni ellene. Azt pedig már egyébként szakemberek is bebizonyították, hogy általános iskoláskorig, de akár még később is teljesen fölösleges és értelmetlen a gyermekek kezébe venni saját eszközöket. Emellett a fizetett munkaszüneti napok számát is megemelnénk, hiszen Magyarországon nem járunk nagyon élvonalban ebben sem. Mindössze 11 fizetett munkaszüneti napunk van, és ebből is, hogyha valamelyik hétvégére esik, akkor azt nem kompenzálja az állam. Mi azt szeretnénk, hogy angol mintára kompenzáljuk ezeket, emellett pedig az alapszabadságot is emeljük 20-ról 24 napra, és ebben legyen benne prevenciós szabadság is, amikor szűrővizsgálatokon kell részt venni, üzemorvosi vizsgálatokon kell részt venni a munkavállalóknak. Már említettem, hogy ugye konkrét céloknak a megvalósítására kérünk mandátumot június 9-én. Azt szeretnénk, hogy az Európai Uniós források szolgálják sokkal inkább a fiatalok életkezdésének és az egészségügyi prevenciónak az ügyét. Ha már szűrés, legyen ez egy szűrő a forrás elosztás során. Adjuk vissza a fiataloknak nem csupán az országot, de Európát is, hogy élhető jövőt teremthessünk együtt. Végre ne csak betonba fektessünk beton helyett az emberbe. Az Európai Uniós források elosztása jelenleg leginkább ugye infrastruktúrális beruházások megvalósítását teszi lehetővé, amik nagyon-nagyon fontosak és hasznosak tudnak lenni, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk valamit. Az Európai Unió tagállamain belül és a tagállamok között is folyamatosan nőnek a társadalmi különbségek. Nyílik az olló, nő a szakadék. Azt gondolom, hogy az európai, a nyugat-európai sikermodell, 20. századi sikermodell egyik alapja volt az európai jóléti állam, amely felismerte és elismerte azt, hogy a társadalomnak részesednie kell a javakból. Hogy nagyon fontos az, hogy egyfajta szociális piacgazdaság alakuljon ki, és ezt a modellt kell tovább gondolnunk. Le kell tennünk egy nem csak jóléti, hanem jolléti állam alapjait, ahol a már említett fenntarthatóság hármasa megvalósul, ahol egyformán fontos a társadalmi fenntarthatóság, a környezeti fenntarthatóság és a gazdasági fenntarthatóság. Egy ilyen ökoszociális unió alapjait szeretnénk letenni, ez pedig csak is a támogatási rendszer átalakításával lehetséges. Sokkal többet kell abba fektetnünk, hogy felismerjük a közös problémákat, és ezekre tudjunk megfelelően reagálni. A már említett lakhatás kérdése nem csak Magyarországon probléma. Európa nagyvárosaiban egyre több helyen látható, szinte már mindenhol fellelhető ez a helyzet. Egyre drágábbak az albérletek, egyre nehezebben megfizethetőek, pláne a fiatalok számára. Mi azt szeretnénk, hogy Európai Uniós forrásból tudjunk olyan bérlakásprogramokat finanszírozni, amelyek kifejezetten fiataloknak, fiatalok számára kialakított első lakásnak felelnek meg, elérhető áron, de élhető körülmények között. Emellett fektessünk közösen a szűrések fontosságát ismertető kampányokba, és koordináljuk ezeket közösen. Hiszen nagyon fontos értéke ugyan az Európai Uniónak a szabad munkaerőáramlás, a nyitott határok, a tanulás szabadsága, de hogyha felelősségteljesen ránézünk erre a helyzetre, akkor el kell ismernünk, a betegségeknek is kinyitottuk a határokat. Gondoljunk csak bele, mennyi vegyes kapcsolat, mennyi találkozás jön létre. Ehhez már nem elég, hogy csupán egy tagállamnak legyen adott betegséggel kapcsolatban egy megfelelő stratégiája. Arra van szükség, hogy közösen tudjuk koordinálni ezeket a programokat, és közös protokollokat alakítsunk ki a betegségek elleni harchoz. Együtt kell cselekednünk, hogy ebben a helyzetben a megelőzés terén is hatékonyan tudjunk fellépni, és őrizzük meg a magyar és az európai polgárok egészségét. Vissza akarjuk adni az országot a fiataloknak, azért akarjuk visszaadni, mert új jövőt akarunk építeni Magyarországnak.
Ez azonban nem csupán a fiatalokról szól. Lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy egy generációhoz szól, de valójában ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunk jelenéről és mindannyiunk jövőjéről szól. Június 9-én megtehetjük az első lépést ebbe az irányba, mert ha nem tesszük meg most az első lépést, akkor soha nem fogjuk elérni ezeket az elsőre talán ambíciózusnak tűnő célokat. Igaz, hogy a fiataloknak akarjuk visszaadni az országot, de ahogy már elhangzott, az időseknek is vissza akarjuk adni az unokáikat, és meg szeretnénk fogni azoknak a szülőknek a kezét is, akik most azt gondolják, hogy nekik rengeteget tudtak segíteni a szüleik, de szorongást okoz a számukra, hogy hogy fognak majd ők segíteni a gyermekeiknek. Hogyan fogják majd a lakhatásukat támogatni? Hogyan tudnak egyszerre annyi mindenre félretenni, hogy a saját nyugdíjukra is jusson, a gyermek oktatására, meg még az egészségügyre, miközben az adóikat és a járulékaikat is befizetik? Ezeknek a szülőknek azt tudjuk mondani, hogy tegyük meg június 9-én az első lépést abba az irányba, hogy olyan jövőképet adhassunk az országnak, amelyben az állam az ő kezüket is megfogja, őket is támogatja, a gyermekeiket is támogatja. Én azt szeretném, hogy legyen egy olyan jövőképe az országnak, hogy amikor egy fiatal fontolgatja, hogy el szeretne menni külföldre, akkor szülőként, nagyszülőként tudjunk majd jó szívvel érvelni amellett, hogy miért maradjon ebben az országban. Tudjunk érdemi és józan indokokat felhozni arra, hogy miért jó itt élni, hogy miért lesz neki itt jó jövője, és miért lesz itt jó a közös jövőnk. Egyszer még az őszi országjárásunk során egy fiatalember feltett nekünk egy kérdést, ez így hangzott. Hát ez nagyon szép, amiket mi mondunk, meg nagyon jól hangzik tényleg, csak őt az érdekelné, hogy nem olyan ez, mint hogyha valaki ilyen 90 évesen akarna fát ültetni. És ő ezt egy kritikának szánta természetesen, mi viszont a szívünkbe írtuk ezt a mondatot. Szerintünk 90 évesen is érdemes fát ültetni. Sőt, olyan országot szeretnénk, olyan jövőt, olyan európai közösséget szeretnénk, ahol mindannyian felelősségteljesen fektetünk a közös jövőnkbe.